Az időjárásnak megfelelően megkezdődtek a tavaszi munkálatok városunkban is. A DVGZRT munkatársai több helyen megmetszették a fákat és virágokat ültettek. Az ágyásokban jelenleg a tavaly őszi ültetések láthatóak, többek között árvácskák és tulipánok ezeket május közepe vége körül fogjuk kiszedni, hiszen május végén érkeznek az egynyári növények, az egynyári ültetés akkor kezdődik meg. Nyilván körülbelül egy hét lesz, amikor az ágyások üresen fognak tátongani. Nyilván ez azért van, hiszen az ágyás előkészítést, illetve a tápanyag után pótlást lesz nekünk ekkor kell megoldanunk, de május végén érkezik körülbelül 17 ezer darab egynyári növény, amit a kollégák fognak beültetni a parkokba. Ezek a felvételek az egyetem előtti parkban készültek, emellett a Vasmi a Római Város részben és a Dózsa-György úton találhatóak nagyobb bágyások. Mészáros László azt mondta, hogy a zöld területen körülbelül 50-60 fő tevékenykedik, a virágosításban pedig 20 fő szokott részt venni. A főnyírást is a DVGZRT emberei végzik. Maga a kaszálási munka az a városban körülbelül 120 hektár, a Dunapart is most már hozzánk tartozik, tehát a Dunapart is a dvgzrt ZRT tartja karban ott körülbelül egy 20-70-80 hektár, amit még kaszálunk, úgyhogy körülbelül 100, 200 hektárt kaszálunk a városban. Ebből ez csak a kaszálási része, nyilván ebben nincsenek benne a cserjék és fák. A DVGZRT munkatársai folyamatosan gondozzák a Dunai városi zöld területeket, a Dunapartot, a virágágyásokat, valamint a fákat is.